Úr, tisztelt Országgyűlés! Szabó Rebeka képviselőtársam az elmúlt héten ismertette magával a törvényjavaslattal kapcsolatos álláspontunkat, azt is, amit a törvényjavaslat szakmai erényének tartunk, és azt is, amit egyébként általában véve kifogásolunk. Amiről én viszont most szeretnék beszélni, és amiért szót kértem egy olyan vitában, aminek Pócs vagy Endrési képviselőtársammal ellentétben nem vagyok annyira szakavatott ismerője, mármint a földmérési térképészeti tevékenységnek, annak két oka van. Egyrészt az, amit nem változtat meg az adatbázisok, adatok felhasználása tekintetében érintetlenül, hogy ez a törvényjavaslat. A másik pedig, ami sajnálatos módon Font képviselőtársunk, bizottsági elnök úr azóta beérkezett módosító javaslatában szerepel. Kezdeném az utóbbival. A 92-es adatvédelmi törvény, illetve a 2011-es információs szabadság törvény egyaránt lehetőséget biztosít arra, hogy közérdekű adatok megismerését törvény az adatfajták meghatározásával az adatvédelmi törvényben leírt okokból korlátozhatja. Sajnálatos módon a parlamenti gyakorlat az elmúlt években nem igazán tartotta magát ehhez az adatvédelmi törvényben szereplő előíráshoz, és több olyan törvény született, amely az adatfajták meghatározása nélkül az elmúlt sok-sok évben korlátozta a közérdekű adatokhoz való megismerés jogát. Ami viszont Font képviselő úr módosító javaslatában szerepel, az túlmegy minden határon, a szó átvittés és hétköznapi értelmében egyaránt. Font Sándor nem egyebet javasol, mint hogy a közérdekű adatokhoz, tehát a közérdekű információkhoz való hozzáférés jogát az adatfajták meghatározásával törvény az adat közérthető formában történő megismeréséhez szükséges szakértelem igénybe vételére tekintettel korlátozhatja. Magyarra lefordítva ez azt jelenti, hogy minden tiszteletem Font képviselő úré, de amennyiben ezt így önök elfogadják, hogy önök bizony a magyar embereket hülyének nézik. Hiszen tévedés ne essék, itt már régen nem a földmérési és térképészeti törvény módosításáról beszélünk. Ez a javaslat a 2011-es információs szabadság törvénybe nyúl bele, aminek egyébként a módosításáról a vita éppen most zárult le. Ez azt jelenti, hogy nem csak földmérési térképészeti témában, bármiben, tehát például amire az elmúlt években sok-sok példa volt, amikor az előző kormánynak a mutyiait próbálták jogvédő szervezetek, zöld mozgalmak vizsgálni, hogy mondjuk az MVM-től vagy Pakstól kérünk információkat. És majd lesz egy törvény, mert majd egy oligarha kipasszírozza a parlamentből, amelyik azt mondja, hogy a paksi atomerőműtől információt csak akkor igényelhetek, hogyha felmutatom azt, hogy egy nukleáris mérnök nekem dolgozik. És folytathatom tovább a sort. Ez azt jelenti, hogy bármikor lehet olyan szektorális törvényeket alkotni, ami megakadályozza azt, hogy a magyar emberek követni tudják azt, hogy különböző oligarchák hol kívánják elfolyatni a közpénzeket. Ugye arra hivatkozik az indokolás, hogy hát akinek nincsen kellő tudása, az, illetve nem pontosan idézem az indokolást, elnézést, hogy akinek nincsen kellő tudása, az nem tud mit kezdeni az információval. Ha egy olyan országban élünk, ahol a politikai közösségnek egyenrangú morális személyként vagyunk a tagjai, akkor senki semmilyen hatalom birtokában nem formálhat jogot arra, hogy előre megítélje azt, hogy embertársa, polgártársa minek a megértésére alkalmas. Senki nem formálhat jogot arra, hogy egy bizonyos politikai vitában eleve elvitassa a jogot polgártársától, hogy abban érdemben részt tud venni, meg tudja oldani azt, mert eléggé felnőtt ember, hogy egy adott információval mit tud kezdeni. Sőt, pont fordítva van. Ahhoz, hogy valóban egyenjogú felnőtt személyként vehessünk részt politikai vitákban, éppen arra van szükségünk, hogy információk birtokába legyünk. És ki önálló felnőtt személyként eldönti azt, hogy az információk feldolgozásához szükséges ismeretekre hogyan tesz szert. Pontosan az a probléma Magyarországon és nagyon sok mai demokráciában, hogy a rengeteg információ, amit ránk zúdít a fogyasztói társadalom, egyáltalán a globalizációnak a természete, az egész egyszerűen egy olyan információs deficitet eredményez az egyes ember, illetve a gazdasági politikai hatalmak között,
ami nem tesz, megsemmisíti a polgárok egyenjogúságát. Éppen arról van szó, hogy ahhoz, hogy valamennyi magyar polgár érdemben felkészülten vehessen részt, akár az adott település, az adott falu alakítását érintő helyi konfliktusokban, akár nagy nemzetgazdasági kérdésekről folyó vitában, ahhoz információra van szüksége. Egy olyan országban, ahol a törvényhozás egy olyan politikát folytat, hogy sunyi módon egyébként szakmailag többé-kevésbé korrekt törvényjavaslatokhoz becsempészve hetente korlátozza az emberek hozzáférését az alapvető információkhoz, ott gyakorlatilag elvitatja a hatalom a jogot az emberektől, hogy felnőtt emberként egyenjogúan képesek a közügyeket megvitatni. Az ilyen jellegű javaslatok annyit jelentenek, hogy önök hülyének nézik a magyar embereket. Éppen ezért én az LMP képviseletében a leghatározottabban tiltakozom minden olyan javaslat ellen, amelyik semmi más nem mond, mint azt, hogy a hatalmi arrogancia semmibe veszi a magyar emberek józan ítélőképességét. És ehhez a font javaslat harmadik pontjához tulajdonképpen kapcsolódik az, amit Font Sándor a második pontban javasol, illetve amit érintetlenül hagy ez a törvényjavaslat. Arról van szó, hogy már 96 óta, tehát a 96-os törvényalkotástól kezdve egy adatmonopólium a térképészeti földmérési adatok tekintetében fennállt. Tulajdonképpen, ami a változás lényegét jelenti, az egyetlen apróság, és pedig az, hogy innentől kezdve, ugye olvasom a törvény szövegét, az állami alapadatok előállításakor készült mérési és számítási adatokba, és itt van a változás, az objektumok helyzetét leíró adatokba csak a földmérő tekinthet be, ugye a különböző folyamatban lévő eljárásokban, eljáró hatóságokon, bíróságokon kívül. Miről van itt szó? A javaslat, a fontféle javaslat indokolása nem sokat kertel. Világosan elmondja, hogy azért kell korlátozni például az objektumok helyzetét leíró adatokhoz való hozzáférést, mert hogyha szabadon mindenki hozzáférhet ezekhez az információkhoz, az a birtokhatár vitáknak az elszaporodását jelenti. Ez egy világos egyenes beszéd. Arról van szó, hogy tudja a jogalkotó, hogy amennyiben megtörjük az ilyen adatmonopóliumot, amit ma 96 óta legalább, tehát a 96-os törvény óta fönntart az állam, egyrészt nem lehet persze zsíros megrendeléseket kiadni. Mert addig, amíg ez a központosított rendszer van, addig az van, hogy egyedül az állam adhat ki például a szoftverfejlesztésekre megbízásokat. Ha megtörjük az adatmonopóliumot, akkor nagyon könnyű olyan számítógépes alkalmazásokat készíteni, amelyik például mondjuk egy Google Maps-en megjelöli, hogy hol vannak a telekhatárok. Ha szabad az információkhoz való hozzáférés, és nincsen egy ilyen adatmonopólium, akkor lehet, hogy rájönnek a magyar gazdák arra, hogy hibásak az állami térképek. Nagyon sok esetben az állami térképek 19. századi adatokon alapulnak, és valóban nyilván a javaslattevő bizottsági elnök úr attól tart, hogy elszaporodnak a birtokhatárviták. És becsüljük már annyira a magyar gazdákat, hogy világosan megismerhetik azt, hogy valójában az egyes telkeknek, birtokoknak a helyzete hogyan néz ki. Az a gyanunk, hogy amennyiben továbbra is ködös az, hogy pontosan hogyan néznek ki a birtokhatárok Magyarországon, ez megint csak az oligarchák, zöldbárok érdekeit szolgálja. Egy zavaros helyzetben könnyű halászni. Éppen ezért mi eleve bíráljuk azt, hogy már maga a 96 évi 76-os törvénynek az eredeti szövege is föntartott egy állami adatmonopóliumot ezen a téren, és különös tekintettel aggályosnak tartjuk azt, hogy a font módosítónak a második pontja az objektumok helyzetét leíró információkat is, leíró adatokat is egy ilyen korlátozott nyilvánosságba utalja. Miért gondoljuk azt, hogy nem tartozik azokra az emberekre az információ, akik mondjuk földet akarnak vásárolni, aki mondjuk értékesíteni kívánja a saját földjét. Miért nem,
Milyen állami érdek sérül túl azon, hogy amennyiben decentralizáljuk ezeket az adatmonopóliumokat, akkor kevésbé lehet ilyen megrendeléseket kiadni, vagy elszaporodnak a birtokhatárviták. Milyen állami érdek sérül akkor, hogyha ezek például az objektumok helyzetét leíró adatokba szabadon minden gazdaember betekintett? Összegezve, tisztelt képviselőtársaim, a túl azon, hogy ezt az információs monopóliumot ez a törvényjavaslat nem elég bátor megtörni, a beérkezett fontféle törvénymódosító javaslat egész egyszerűen botrány, és túlmutat a földmérési és térképészeti törvénynek a hatáján. Hiába mosolyog a német államtitkár úr, az van, hogy a módosító javaslat az információs szabadság törvénybe nyúl bele, egyébként házszabályellenesen. Ez nem különösebben kirívó, hiszen önök tegnap például a kiemelt beruházási törvényben módosították például a közbeszerzési törvényt házszabályellenesen úgy, hogy a jövőben bármikor, amikor van egy zsíros közbeszerzés, amiben nem szeretnék, hogyha illetéktelen tekintetek belelátnának, azt kell mondania a valamilyen kormányzati személynek, hogy nemzetbiztonsági érdeket sért, és abban a pillanatban el lehet vonni a nyilvánosság elől. Ezt tegnap szavaztuk meg. Önök azt szeretnék, hogy a jövő héten szavazzuk meg azt, hogy törvény mondja ki, hogy a parlament hülyének nézi a magyar embereket. Egy ilyen módosító javaslatról fogunk szavazni jövő héten. Azt szeretnék, hogy egy látszólag unalmas szakmai jellegű törvényjavaslatba belecsempészve az információs szabadságot úgy korlátozzuk általános jelleggel, messze túlhaladva a földmérés és térképészet területén, hogy bármilyen témában egy szaktörvény előírhatja azt, hogy csak az az állampolgár juthat hozzá közérdekű információhoz, aki igazolja a megfelelő szakértelem igénybevételét. Államtitkár úr, ez botrány. Ez azt jelenti, hogy megint önök különböztetni fognak emberek között, például abban a tekintetben, hogy kinek van pénze megfelelő szakértelmet igénybe venni, és kinek nem. Akinek nincs pénze megfelelő szakértelmet igénybe venni, hogy frakcióvezetőjüket idézzem, az annyit is ér. Ezt jelenti ez a fontféle javaslat, és rendkívül méltánytalan az, hogy egy egyébként többé-kevésbé korrekt törvényjavaslatba csempészve próbálnak egy újabb olyan törvénymódosítást végrehajtani, ami senki másnak nem szolgálja az érdekeit, sem a gazdák érdekeit nem szolgálja, sem általában a magyar állampolgárok érdekeit nem szolgálja, kizárólag az oligarchák és a zavarosban halászó különböző megfejtőknek az érdekeit szolgálja. Én azt kérem államtitkár úrtól, hogy a kormány fejezze ki azt a szándékát, bár illúzióm nincsen, hogy ilyen jellegű módosításokat nem támogat, és adjanak magyarázatot arra, hogy miért nem lehet ezeket az adatmonopóliumokat végre 15 év után megtörni. Köszönöm szépen!